Tiszteltel köszöntök mindenkit, Herceg Ferenc vagyok. Szerintem elég sokan ismernek. Az ingatlanező fölmérő minősítés meghosszabbításáról fogok néhány olyan háttérinformációt előadni, ami meg fogja könnyíteni a kedves jelentkezőknek a dolgát. Először is, ugye 2013. december 31-jel módosult a földmérési törvény, és ennek a végrehajtási rendelete az 52-es szintén módosult. Ez azt jelenti, hogy most már megszűnt ez a holtig tartó IRM minősítés, tehát az ingatlanrendező földmérői minősítésről beszélek, a továbbiakban zárójában IRM. Megszűnt az, hogy életfogytiglan tart. 5 évig tart, és mivel hogy a jogszabály 2014, de erről majd beszélek, bejött be a végrehajtási rendelet, itt egy kicsit volt a jogászokkal, hogy mondjam, karcsörte, hogy mi a magasabb a 2013 évi december 31-es módosító törvény, vagy a részleteket szabályozó 52-esnek a hatályba lépése. Legyünk toleránsak, nagyszívűek, az 52-esnek a hatályba lépését választottuk, mivel hogy az még egy laufot a kedves IRM-mel rendelkezőknek. De hogy kinek kell meghosszabbítani? Mindjárt. Erről a négy dologról fog beszélni. Egy, kérelemre történik, automatikusan senkinek nem hosszabbodik meg. A 20 továbbképzési pont, amiért... Ez nem én voltam. A 20 továbbképzési pont, amiért itt ülünk. A felsőfokú szakirányú képesítésnek az igazolása. Erről majd egy kicsit részletesen fogok beszélni, hogy miért. Sokan értetlenkednek, muszáj. És... Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló valamilyen banki átutalás. Ezt azért kell, mert tudom, az AKR is az új, ami már egyel hatályba lépett, azt mondja, hogy olyan adat és tény igazolására nem szólíthatom fel az ügyfelet, aminek a birtokába vagyok, de egy majdnem 6000 fős cégnél én kikeressem elnézést Gipsz Jakabnak, hogy befizette vagy nem, hónapokat fog csúszni. Mert nem tudom. Na, csapjunk bele. Nagyon sok kérdés jött, hogy honnan számít a határidő. Az előbb beszéltem, 2014. május 7-én lépett hatályba a végrehajtási rendelet, az 52-es, illetve ennek a módosítása, bocsánat, és innen 5 év, tehát 2019. május 7-én, akik 2014 előtt kapták az ingatlanrendezői minősítésüket, az le fog járni. Ennek sajnos olyan következménye van, hogy a FÖMI honlapján, még mindig FÖMI magukat, egyszerűbb kimondani, BFKH FTF honlapján fent lévő adatbázisból törölni kell, sajnos így rendelkezik a törvény, törölni kell, aki nem hosszabbítja meg. De nincs olyan nagy gáz. Mi kell a meghosszabbításhoz? Ez a úgynevezett 20 továbbképzési pont és a felsőfokú szakirányú végzettség. Mindjárt mondom, hogy miért. Viszont vannak kiskapuk, mert azért, hogy mondjuk, nem akarjuk a szakmát megnyugasztani. Egyszerű alkalommal, tehát akik az megkapta az IRM minősítését, és utána elvégzett vagy itt, vagy a műegyetemen valahol egy szakirányú felsőfokú szakképesítést, mint a szakmérnökit, akkor az ott lévő tantárgyakból a 19-es rendelet alapján, amik beszámíthatók, azok a kreditpontok beszámíthatók. Nem tudom, sikerült egy elsőre elmondanom? Tehát aki az megkapta az IRM minősítését, és 2014 után szerzett valamilyen szakmérnökit, akkor ha becsatolja az indexét, akkor az alapján az ott lévő szaktárgyakból, ami a 19-es FMHM egységes rendelet
alapján az egyes melléklet táblázatában szerepelnek tárgykörök, azokat be tudjuk számítani. Nem adható ki. Ebből volt egy kis gond, de mérnökkamarával a rugalmas és flexibilis és tökéletes figyelem mérnökkamara? Nem. Együttműködés kapcsán most már olyan igazolásokat adnak ki, amin rajta van, hogy mi számít be az IRM minősítés meghosszabbításába, és mi számít be az ő GDT-jükbe, a geodéziai tervező jogosultság meghosszabbításába, kreditpontként. Nincs jogvesztő hatály. Tehát, hogyha valaki eddig a dátumig nem szerezte össze, vagy nem tudta összegeremjézni a 20 kreditet, nem kell kétségbe esni, nem kell sírva fakadni, ugyanis nincs jogvesztő hatály, tehát ha egy évvel később nyújtja be, annyi, hogy akkor addig törlődik az országos közhiteles nyilvántartásból a honlapunkon. Oké? Tehát nem kell kétségbe esni. Tehát nincs jogvesztő hatály, amennyiben a határidőre nem sikerül összeszedni. Majd a határidőről még fogok beszélni. Szintén van egy viszont egy szűkítő, nem tágító az 52-esbe, hogy simán posztgraduális képzéssel nem lehet megszerezni a szakirányú képzést. Tehát most erre a sarkalatos példám az szokott lenni, ha egy OKJ és agysebész elvégez itt két szakmérnökit, az nem fog földmérő lenni. Mert az alapképesítése nem földmérő. Ő csak posztgraduálisan szerzett egy év földmérési információkat. Hogy miért kell a szakirányú képesítést? Hát itt jön be a sárga, az volt a 19-est megelőző jogszabály. Ha megnézzük és összeolvassuk az alatta lévő új, most hatályos 19-es és a korábbi 21-es, majdnem szóról-szóra megegyezik, kivéve, hogy a kartográfus kikerült, ez számomra érthetetlen, hogy annak idején miért került 97-be bele a kartográfus, mert mint tudjuk, a kartográfus az nem földmérő. Nagyon kevés földet mér egy kartográfus, amikor interpretáció alapján előállít egy Európa térképet. De gipszakabnak a földjét nem fogja tudni kitűzni. A 19-esben viszont bejött ez a pirossal jelzett hely, hogy ezek az képesítések mind jók, a képesítésekről majd később bővebben, de 70 kreditet kell őnekik produkálni. Hogy miért? Mindjárt. Ugye bejött a bolognai rendszer. Hát ez egy kicsit megzavarta a dolgokat. Horváth Gábor István főosztályvezető, látom, nincs itt, mert más eldolja. Tényleg most adja át a fasinkdíjakat. Akik itt ülnek, azok nem kapnak ezek szerint. Nekem már van. Na. Tehát bejött ez a bolognai rendszer, amiben ugye beindult ez a kredit képzés, hogyha előtte való oklevelek vannak, illetve indexek, akkor nem gond, mert ugye úgy szól a 19-esbe, hogy a kredit számot, azt a heti óraszám elméleti gyakorlatból lehet összeszámolni. Sajnos nem tudom azt mondani, hogy ezt automatizálni tudom. Ugyanis nézzük meg egy 78-ba és egy 2007-be végzett ugyanaz az erdőmérnök, illetve nem ugyanaz az erdőmérnök, de ugyanazon a felsőoktatási intézményen, tehát az a Soproni Egyetemen, hogy bejöttek új tantárgyak, bejöttek új tantervek, és nem ugyanaz a kreditpontszám. Tehát mindenkinek, akik kreditre vannak kényszerítve, és itt nagyon kérem, ne keverjük a továbbképzési pontokat a kreditpontokkal. A kreditpont az a szakképesítést. A továbbképzési pont az pedig azt, hogy a meghosszabbítást el tudja indítani. Nem kell, és itt jön a lényeg, nem kell kreditet igazolni a 19-es alapján az alábbi szakképesítéssel rendelkezőknek. Tehát őnekik
csak simán be kell nyújtani a 20 továbbképzési pontot, amit itt is kapnak. Mennyire akkreditáltuk? 4-re? 3-ra? 2-re? 1-re? Túl sokat adtam. 4. A szentségét! Elcsesztem. Na, tehát ő nekik nem kell. Ne is foglalkoznak. Egyszerűen csak a 20 továbbképzési pont, és az a főiskolai vagy egyetemi oklevél, hogy ő fölmérő üzemmérnök, ő fölmérő mérnök, stb. Ezt becsatolja, meg a, ami az első szlájdon volt, az 5000 forint államigazgatási szolgáltatási díj megfizetését, és már is sinem van. Én nagyon bízok benne, hogy az új AKR szerint 8 napon belül megkapja, de ebben ne reménykedjen senki. Majd mindjárt megmondom, hogy miért, mert itt azért egy eléggé tisztességes kásahegyet kell átrágnunk, és sajnos mindegyiknek át kell menni az én kis saját kezecskémen. Akiknek viszont kell kreditet igazolniuk, az ugye a 19-esnek a második felébe van, akik csak simán építőmérnökin végeztek, vagy építőmérnök. Vigyázzunk, mert van egy kitétel a szakelágazások. Egyébként Horváth Gábor István, főosztályvezető úrral, ha minden igaz, még az idén ki fog jönni, egy úgynevezett kiskaput próbálunk nyitni, hogy ne kelljen annyit babrázni jövőre nekünk, természetesen. A útépítők és a vízépítő mérnökök felé, ugyanis ott eléggé, hogy mondjam, kardinális váltás volt, ezek az oktatási intézmények összevonjuk, de hát Fehérvár is ebben esetben, összevonjuk, szétcsatoljuk, átcsatoljuk miatt, és a korábban kiadott diplomák elég nehezen értelmezhetők, egyébként kaptam már vlagyivosztoki diplomát is. Tehát őnekik sajnos kell. És van egy menekülő út, hogy akik itt föl voltak sorolva, azok jobb, ha minél előbb kérnek úgynevezett előzetes kreditszámítást tőlünk. Sima levél, elküldi az indexét, elküldi a diplomáját, vagy fénymásolva, de mindjárt mondom, hogy hogy is lehet még elküldeni. Elküldi, és akkor én megmondom, amit az oktatási intézmények elfogadnak, hogy melyik tárgykörből kell fölvenni, melyik, amit az Erdész, amit kivejtettem az előbb, hogy volt, ahol nulla kredit volt. Mert olyan tantárgykört nem tanult. Tehát ők, még egyszer mutatom, jobb, ha minél előbb kérik a kreditszámítást, és annak megfelelően az oktatási intézmény el fogja indítani a kreditpótló pótkreditképzési póttanfolyamat. Ó, de ügyes vagyok. Hogy hol lehet hozzáférni? Hát ez a honlapunk, amit mondtam, itt van jobb oldalt a kérelem lap, és erről a kérelem lapról majd lesz egy kicsit bővebben szó. A honlapunkon, ezen a szlájton, ami ki van kicsit fejlítve, az ingatlan rendelő főadminisztrációs, és innen letölthető. Kitölthető, benyújtható. Hogyan nyújtható be? Mindjárt lesz róla szó. Viszont még előbb a kredit, a továbbképzési pontok gyűjtését. Nagyon sokan nekünk szegezik a kérdést, de erre is fogok mindjárt válaszolni, ugyanis két intézmény, a Budapest Főváros Kormány Étala, a Volt Fömi, illetve a Mérnök Kamara is akkreditál. Sajnos van egy problémánk, és hogy kiadjuk az igazolást. Sajnos van egy probléma, ez Horváth Gábor István. Van egy probléma, hogy nincs átjárásunk a két akkreditáció között jelenleg, de ha Siki úr itt lett volna, akkor ezt meg tudtuk volna beszélni, de ami késik, az nem múlik. Egyet kell figyelembe venni, és ez remélem mindegyik, és a jogszabály előírja az 52-es, hogy minden igazolás 5 évig érvényes. A gyógyszerek se örök életűek, ez se örök életű. Tehát lejár a szavatossága. Tehát 5 évnél régebbi pont igazolást ne is küldjön be senki. Fölöslegesen terheli majd a rendszerünket. Hogy hol lehet megnézni? Hát ugye itt van, szerint személyemet találtam meg véletlenül. Tehát, hogyha fölmegyünk erre a honlapra, de bármit be lehet írni a Google-ba, ugye följön a
mindenkinek az IRM-je, és akkor mindig fölteszik a kérdést, hogy miért nem tesszük közzé az eddig megszerzett pontokat. Hát pont az előbbi szlájdból adódik, hogy nem tudjuk, hogy a mérnökkamara mit akreditál, mikor tart rendezvényt, és hogy részt vette a kedves úriember rajta. Én nyilván tartom ott az alsó táblázatba, nyilván... Megadom a szót, húzok, pedig most jön a lényeg. Tehát én nyilván tartom az, hogy kinek van ingatlan rendezője, de nem tudom, hogy ugye van egy ilyen jelenléti ívszerű, hogy azon ki vett részt. Egyébként a további információk itt tölthetők le. Mindenki menjen, nyugodtan be lehet ütni, hogy mi nem szüntettük még meg, mert gondolom így ismerős. És nyilván tartjuk, hogy milyen rendezvények. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy hú, egyszer voltam Fehérváron valamikor, akkor itt ki tudja keresni, hogy melyik rendezvény volt. Igénylőlap. Nem kell most már akkor külön, mert ugye senki nem tett eleget, kivéve azt a három embert a 10 év alatt, aki bejelentette volna az adataiban történő változást, mert a jogszabály úgy szól, hogy 30 napon belül be kellene jelenteni. Ha letölti az igénylőlapot, akkor ott van egy igen-nem. Tehát ott van egy igen-nem, ott a telephelyét, lakcímét és elérhetőségét letilthatja. Egyébként se fogjuk, itt még van az adatvédelmi felelőssel egy kis vitánk, hogy a természetes személyazonosítói közül csak a nevét tesszük ki. Az adatbázisban benne van minden, tehát onnan nem törlődik, csak nem tesszük publikussá. Na, hogyan lehet a kérelmet benyújtani? Ha postán akarja valaki elküldeni, könyörgöm, írja rá a borítékra saját érdekében, hogy eredeti címen kézbesítendő, mert különben bekerül a csodálatos kérbe. Az meg körülbelül 2 hét csúszás. Körülbelül. És jobb, hogyha erre a 136-os postafiókra küldi a BFK-FTFF, ez a Budapest Főváros Kormányhivatal a Földmérési Távérzékelés és Földhivatali Főosztálya, vagy behozza nekem személyesen, vagy, és itt jön az újdonság, ki lehet próbálva, le lehet tesztelve, be lehet elektronikusan is nyújtani. Kérek tapsot! Viszont most jön a lényeg. E-papírként simán be kell útni azt, hogy e-papír, de ha a Google-be beúrjuk, hogy e-papír, rögtön följön az e-papír. Nagyon kell, az eleje hiányzik, na ott a 4 azonosítom van, azt azért nem adom ki most. Ez az e-papír alja, és nagyon kérem, hogy először a címzettet, azért van ott az 1-es, a címzettet válasszuk ki, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala. Azért, mert utána a témacsoportba már csak egyet, nem kell azt a 200, hogy gyámügy, építésügy, halálügy, mit tudom én, temetkezés, újraszületés, fölélesztés, mit tudom én, rengeteg tárgykör van. Nem, akkor már csak ez az egy fog fölúszni, hogy kormányhivatali ügyek. Megkönnyítjük, de először a címzettet, tehát minket kell beírni. És utána itt nagyon kérem, mert ez megkönnyíti a dolgunkat, hogy általános hatósági feladatok. Tárgykört. Ott nincs olyan bő választék, de kérem ezt válasszuk ki, tehát nem akarok kutyagondozást meg ilyesmit meglátni, mert el fog kallódni a rendszerbe a kérelem akkor. Nagyon lényeges még az, hogy hogy hivatkozási szám, ide írjuk már be, hogy földmérés, tehát az FTFF-et, azért, mert ez az e-papír be fog esni a mi központi BFKH-s nagy katyvaszba. Viszont ha ez ide van írva, akkor rögtön, tehát ezt én az éles tesztet 5 óra 20 perckor adtam föl, és mire 8 óra 20 percre beértem a munkahelyemre, már ott landolt. Tehát átmegy a rendszeren, ha így címézzük meg. Nem kell utca, házszám, minden, meg stb., mert azt ugye a kérelem papíron rajta van, nem kell anyja neve, meg születésem, az sekem, az is a kérelmapon. Egyébként ennek az e-papírnak a fejléce, a 4 tép, mint mondtam, szerepel benne, csak azt nem akartam kitenni, csak annyi, hogy kérem a
ingatlan edzőmennek hosszabbítani, és itt van ez a kék kis mező, ide kell föltölteni, lehet csatolni 30 megabajtig, remélem nem népítő, tehát nem kell trükkolorba beszkennelni az összes oklevelet meg minden, én fekete-fehérbe is tudok olvasni, tehát át fog menni, csak az legyen rajta, hogy földmérő. Tehát lehet csatolni hozzá. Vissza fog kapni az ügyfél az elektronikus, az e-papír rendszeren keresztül egy visszaigazolást, hogy én bizony ezt vettem, okezt, és nyugodt lehet. Innentől kezdve a homokszem elindul az államigazgatás képezetébe, és majd egyszer megkapja. Vissza fog kapni elektronikusan maga az oklevelet, és ez a felső kis téglalap, ez lesz a lényeg, ugyanis hogyha erre majd rámancsol, ez tartalmaz egy úgynevezett elektronikus aláírást is. Ez azért jó, mert hogyha valaki kéri elektronikusan, akkor ha elektronikusan küldi tovább, akkor ez elektronikusan megmarad. Kinyomtatva természetesen olyan, mint az e-hiteles tulajdonlap, kinyomtatva az se, viszont annyi példányba tudja kinyomtatni, amennyiben éppen kedve van. És most itt jön a haba tortám. 2245 kérelmet kell elbírálnom nekem május 7-ig. Tehát én azt kérem, hogy akinek megvan a 20 kreditje, az mérlegelje önön magába, hogy most mivel nyerek többet, vagy mivel vesztek kevesebbet, hogyha most beadom, mit tudom én, szeptember, októberbe, és elvesztek, mit tudom én, 4 hónapot, mert ugye onnantól kezdve 5 évig lesz érvényes, vagy beadom az utolsó napon, 2244-nek esetleg, mert ez a rémámon belül jön, hogy összefog a földmérős társadalom, és megszívatjuk Ferit, és az utolsó napon adjuk be. Összeomlok. Tehát kérem, mindenki mérlegelje, és startoljon rá, megéri. Mert akkor a 8 napot nagyjából most tudnám garantálni. És itt köszönöm szépen. Thank you.